József Attila díjas költő, műfordító, bolgarista 1946-ban született az ausztriai Pfeffernitzben. Hosszú éveken át dolgozott Bulgáriában egyetemi lektorként, vendégtanárként, illetve a Szófiai Magyar Kulturális Intézet vezetőjeként. A Vitosa oldalában vagyunk, a nevezetes kőfolyónál, amikor vendégeid érkeztek Magyarországról. Elég sok mindenkit fölhoztál ide. Amikor a Magyar Intézet vezetője voltam, akkor valóban akiket meghívtunk, és sokan voltak, mint hogy ez közel van Szófiához, a magyar irodalom színejavát, képzőművészeket, zenészeket hoztam föl, nagyon-nagyon-nagyon sokakat. Nagy élmény volt mindenkinek, sokan emlékeznek rá, sokan felemlegetik. Nekem ez egy boldog időszak volt, aminek egyik helyszíne ez a híres kőfolyam. Említetted, hogy boldog időszak volt a Balassi Intézet vezetése itt Szófiában. Ki döntötte azt el, hogy ki érkezhet meg vendégként Szófiába? Elég rugalmas volt az akkori vezetés, bár időszakon a több vezető is volt, szabad kezet kaphattunk a névsor ajánlásában, és általában nem igazán szóltak bele, hogy,
valaki jöhet, valaki nem jöhet. Ezt hozzá kell tenni, hogy egy kis keretű volt utaztatásra, és akkor én úgy is segítettem, hogy hazamentem kocsival, és kihoztam őket, hogy ne kelljen a repülőre fizetni. Ilyen módon nagyon-nagyon sokan voltak, hála Istennek, népes volt a gárda, nagyon sok ilyen rendezvényt tudtunk tartani, úgy az intézetben, mint a falain kívül. Gazdag élet volt, valóban életem egyik legszebb 5 év, amit így költhettem. A tétova lépés után szegő pirongó tájak mindegyedül, omló éjjelek széjjel hangodván, vonakodott szavak őszülő holtnál dideregnek. Didereg a parázs, harmatlik ég, lobban-e fölfelé szikra színnék, pilleté bolygás marad-e az út, ormokon völgyellő kedve a kút, öleméjé. Lábaink előtt hever a város, Szófia. Lehet azt mondani, hogy neked is a lábad elé heveredett a bolgár főváros? Hát ez egy emelkedett kérdésnek tűnik, amire nem akarok emelkedett választ adni. Több mint 40 éve engem Bulgáriához köt az életem, és ezen belül is hát alapvetően Szófiához, ahol sokat éltem, dolgoztam különböző minőségekben. Az eltelt időszak magasából a nézem, és nem a geográfiai magasság tekintetében, és egy olyan időszak, amire én büszke vagyok, hát gyakorlatilag az életemnek a java az a bolgaristasággal telt el, ami mögött nem rejlik az, ami szintén fontos, és Szófiához köthető, ennek az ellentétje, tehát egy hungarológusi működés, a magyar kultúrának az idehozása a legkülönbözőbb szinteket. Ha rangsorolnod kéne, hogy a bolgárok vagy a magyarok állnak közelebb a szívedhez, tudnál ilyen megkülönböztetést tenni? Nem tudnék. Hát nyilván tudnék, én magyar vagyok, és ezt én nagyon sokfelé nem meldöngetve hangsúlyozom, ezt nagyon jól tudják, így is értékelnek. Van egy bolgár közmondás, vagy mondás inkább, amit ide hozhatok, hogy gyakorlatilag két emlőn nevelkedtem, amikor belecsöppentem teljesen véletlenül a bolgár kultúrába, attól kezdve valóban mind a kettő táplál engem. Szoktam kicsikét, tényleg ezt már patetikusan mondani különböző helyeken, hogy engem a bolgárok neveltek fel, neveltek emberré, nyitották ki a szememet, hiszen 20-valány éves korom óta a második kultúra, a második hazám. Ismeretségi körömből te vagy az egyetlen, aki Uránbányászból lett irodalmár. Mi indokolta ezt a pályamódosítást? Uránbányász azért lettem, mert szüleim nagyon szegények voltak, és föl akartam magamat pénzzel eléggé fegyverezni ahhoz, hogy elindulhassak majd az egyetemen. Másrészt pszichológiával akartam foglalkozni nagyon különleges rossz gyermekévei megfejtése miatt. Harmadrészt azt hittem, hogy a elegendő időm lesz arra, hogy a felvételre felkészüljek, de aztán közben jött egy katonai behívó, ami 2 nappal előbb érkezett, mint hogy engem mentesítettek volna fél év munkaviszonyítának katonaság alól. Az irodalom pedig engem végig már mióta olvasni tudtam, annyira vonzott, hogy irodalommal akartam foglalkozni. Szófia szívében vagyunk. Hogyan kerül Bulgáriába egy magyar költő, műfordító, szerkesztő? Picit szeretném
a kérdés annyiban korrigálni, hogy ez a költő mi volt, ez önmagában számomra hadd legyen gyanús. Amikor hirtem, akkor még kevésbé voltam én igazán költő, mert itt kezdtem el bolgárul írni. És itt vagyunk Szófia színében, az én szívemben meg Szófia. A kettő nagyon pompásan hangzik együtt, nem beszélve arról, hogy a számomra, hogy kedves Magyar Intézet is közel van, mögöttünk az egyetem, ami közel van, a könyvesboltok, amik közel vannak, ez a kultúra központja, a négy templom egymáshoz közel, a négy világvallásnak egy-egy temploma, és egyáltalán a bolgár emberek itt közel, úgyhogy a helyemben vagyok. Mennyire tartod utólag fatálisnak ezt a fajta egymásra találást? Hát természetesen véletlennek tartom, és a sors olyan kezének, amit csak szorongatni szeretnék életemen át. Nem csak azért, mert egy olyan területre kerültem, aminek lassacskán, hát Magyarországon nagyon fontos birtokosa lettem, mert kevesen mondhatták el az évtizedek során, hogy ez adja a kenyerüket, tehát hogy a bolgár kultúrával foglalkozzanak. És én ezt megtehettem fordítóként először, utána nyelvészként, itteni diplomataként, a legkülönbözőbb szinteken, tehát a soros úgy döntött el a számomra, hogy ennek csak örülni tudok mindmáig, és hálás vagyok úgy a sorsnak, mint a véletlennek, mint itt az embereknek, akiknek ezt köszönhetem. Mondják azt is, hogy te vagy a bolgár kassák, mert a bolgár költészetben az avantgárd vonás az lényegében általad jelent meg. Valóban erről szóltak már értekezések, az túlzás. Tehát értékelések, elemzések, hogy én benne vagyok abban a hullámban, amely a 80-as évek végén megújította a bolgár, 90-es évek során megújította a bolgár költészetet. Hát ez az én részemről könnyű volt, mert ahogy magyarul sem írok túl sinán futó gondolatokat, ahol szintén igyekszem, hát egyrészt nem olyan célolta a szavakat kiemelni a környezetükből és továbbképezni őket, meg úgy rakni őket egymás mellé, hogy addig sose találkoztak. Ugyanezt, ez magyarban mondjuk érthető és nem különleges, a bolgárban viszont vadonatúj dolog volt, és hát erre fölfigyeltek, hogy milyen merészkedéssel szállok én bele a bolgár nyelvbe, és idegenként, tehát nem bolgárként, bármennyire is kicsit annak tekintenek, merek olyanokat tenni, amelyeket más bolgárkértők nem, és itt olyan futamok is megjelentek, hogy láttam, hogy ez azt mondja, mit csinál, más bolgárkértők is megjelentek ezeknek a kísérletedésnek. Ilyen értelemben valóban van egy szerepem, amit mások embernek kinemél. Ez a csodálatos ember lehetőbe fordította a lehetetlent. Olyan mértékben sajátította el a bolgár nyelv mély rétegeinek különlegességeit, amilyenék saját költőink is csak ritkán jutnak el. Nem hinnénk egy ilyen lingvisztikai és teremtői csodában, ha nem ismernénk személyesen Szondi Györgyöt. Találkozásaim a magyar költővel mindenkor felfedezést jelentettek számomra. A többértelmű játéknak, a kiszámíthatatlan fordulatoknak az anyanyelvemben addig ismeretlen lehetőségeit tapasztalhattam meg. Az ő szóteremtő éles látása révén a költészet nem csak új kifejezésmód, hanem új szemlélet eszközévé is válik. Szondi György mindezt a költő legerősebb és legtermékenyebb adottsága által érte el. Nyelvünk, alkotóink, a bolgárok egykori és újabb kultúrája iránti szeretetével. A Szófiai Egyetem előtt állunk, itt lektorkodtál éveken keresztül. Nekem is volt Szófiában könyvbemutatóm, és úgy érzékeltem, hogy a magyarokat, a művet nyugat részének tekintik a bolgárok. Te lektorként ugyanezt tapasztaltad? Amikor idejöttem az első években, ezt annyira nem éreztem, de mint hogy ugye rengeteg évet töltöttem, itt egyre inkább
csak úgy beszélgettek velem, és úgy néztek föl rám, mint Bezzeg országnak az emberére. Mi voltunk a Bezzeg. Ilyen értelemben a lágeren belül egyfajta nyugatos tisztelettel néztek rá. Az agyon emlegetett és joggal magyar-lengyel barátság mellett lehetett volna mindig állítani a magyar-bolgár barátságot is. Egy olyan apropóból is mondhatom ezt, hogy a bolgár parlament ezelőtt 3 nappal elfogadta október 19-ét a magyar-bolgár barátság napjának. Tehát ez egy apropó, amikor ezt mondom, ez egy friss esemény. Mások az irodalomból próbálnak megélni, te pedig olykor a saját magánvagyonodat fordítottad arra, hogy a Napút folyóirat megjelenjen. Megéri egy irodalmárnak ez a fajta áldozatvállalás? Hát egy irodalmárnak megéri, egy magánembernek nem éri meg, de hát számomra miután, amiben belevágtam az életemben, azt igyekeztem teljes erővel és odaadással végigvinni, és amikor elindult a Napút ugye a Polisz után, akkor én fogadalmat tettem, hogy ameddig agyam bírja, ezt a napot ugyanígy értettem, és mindent megteszek. Tehát ez egy saját szondi fogadalom. A több mint 6000 szerző, aki eddig nálunk szerepelt, azok közül egy-kettő volt csak olyan, aki kikötötte, szeretne tiszteletdíjat kérni, tehát majdnem mindenki, nem majdnem, hát 99%-ban úgy adták értékes anyagaikat, és adják mindmáig, hogy előzőre tisztáztuk, hogy nem tudnak kapni érte semmit. Vagyunk, osztadozik már a tömeg, de alig fértek be korábban, a 70. születésnapodon köszöntöttek. Ki volt itt ez a sok ember? Nagyon sok bolgár Éva költő, nekem a kérdéseiket. Sokan az irodalom és a képzőművészeti életből töltenek a bolgári tárgyalókat. Könyvedet is kiadták a barátok ebből a jeles alkalomból. Tudtál erről, vagy meglepetésként él? Abszolút meglepetés volt. Mint hallottam, az ötletet is 3 héttel ezelőtt vetette fel az egyik kiváló bolgár költő Iván Czabrev, és pláne egy olyan, aki nagyon-nagyon organizált el, és neki át, és összefügett nagyon sok írást, amit én publikáltam, írást, amit rólam publikáltak, interjúkat, verseket, tanulmányokat. Ez egy nagyon szép összeállítást hoztak neki alá, úgyhogy gyorsan és számomra nagy öröm, meglepetés, abszolút meglepetés, és nagyszerű a tartalma, nagyon jó a válogatás. Készült a morzéból a tí. A maradék között is csak törmelék. Vízjósló egybeesése hosszú jeleknek. Monoton sikoly féktelenül. Senki se hallja, hogy tá. Üvölt némán. Vinyog. Hová tegyem ujjam? Honol a mi. Trónul a mi. Puszta lék. Foghéjas élet. Fénylét a nyújtott kattogás. Vízjósló egybeérése hosszú jelek. Csak hangsúlytalan spondeuszok végvonala, sikló görbe, se törtelt tű benne. Puklácson rajta egy emlék, megtántorul, nyálkás bőrzés az egész pont. Ki a költő? Mindenki. S ki annak kiáltatta ki magát? 30-valahány betű, fogalomtörés, tagadás, te nem! Gondolatvére csak akad, az is szerzett, rakosgatás. Közben alámulnak éveid, igenis én vagy. És az a bőrző pont a szüntelen tátogás után. Hónyú hiányok, hosszú jó bosszúk, jel sem maradnak,
körüljenek. Meglehetősen atipikusnak mondható a folyóirat szerkesztési metódusod is, mintha nem vennél tudomást irodalmi szekértáborokról. Mi szeretünk és szeretnénk ezután is táborok, nemzedékek, ismert és ismeretlen szerzők, tudományterületek között valamiféle híd lenni, addig, ameddig ez tehető, már úgy értem az adott szerzők részéről, illetve ameddig az én elkölcsi határai, normáim szintén ezt engedik, de a törekvésünk egyértelműen ez. Egyik világörökségi helyszínen vagyunk, hol is pontosan? Pár évvel ezelőtt még 9 világörökségi részt tudtam, amiben van az épített és a természeti környezetnek kiemelt bulgáriai része. Ezek legismertebbike a Rilai Kolostor. Itt vagyunk a Rilai Kolostornak a bejáratánál. 2 alkalommal is volt arra példa, hogy a magyar-bolgár irodalomtörténeti kapcsolatokról, meg a két irodalom helyzetéről tartottam néhánynapos kerekasztal beszélgetést. Az egyiken részt vett Rácz Péter és Jász Attila, meg jó magam, és eljöttünk ide 3 helyszínen, bolgár költő barátainkkal együtt megírta Kiki a versét. Tehát én bolgárról, magyarul, és aztán elfogyott a menet közben bolgárra. Ezek oda aztán meg is jelentek, dokumentálva van, és ezt az egészet, amelyet megismétlődött néhányszor, nem ezen a helyszínen, én odahaza bevezettem, és ezt én folytatni is akarom, poétai penner címen. Az ötlet innen jött, amit a bolgár barátaink nagyon régóta gyakorolnak, akkor magyar részvétellel. Kapcsolat a Szent Iván Gyűszki, vagy Rilai Szent Iván, Rilai Szent János, ilyen neveken említik, aki mellesleg Bulgária védőszentje. Erekjéi, 3. Béla idején, 1180 tájékán, most pontosan nem tudom, elkerültek Esztergomba. Elvitték Esztergomba, ahol 10-valahány évig volt, de az ottani püspöknek nem tetszett az ott léte, az erekének a megléte, ellene beszélt, és megdagadt a nyelve, nem tudott többet szólni. Megbántanított, visszajött a beszélő képessége, de féltek attól a pillanattól kezdve az erekének az ilyen erős hatásától, és 13 év után visszahozták az akkori fővárosba, Galipo-Törnovóba. Zárt világok intelmei között gombócos talmicukorkák billegnek arra, hol keresztekedett falra szentelt százados képek és törzs göcsörtök téged áhítatra sarkallanának buzgó népek sodrában. Imának oltalmával nélküled, kihunyorogsz csak fülletneszek hamuhodó múltán. Benn árkád magányban dúltán, holmi hit, magad ereje csupán. Éltessen az Kolostor, szigeten, hol önostor segít igazán. Tudod, hisz tudhatod, engedi komisz illem, mit nem. Senkire szitkot itt se szórok, Rila egére szólok, ha föl, fel innen, ide el, jövel. Amikor a József Attila díjat megkaptál, akkor nem csak szerkesztőként, hanem költőként is méltattak, viszont előáll az a furcsa helyzet, hogy hamarabb lettél költő bolgár nyelven, mint magyarul. Ez hogyan alakult így? Ha engem besorolnak ide-oda, mindig
oda teszem a kérdélet, hogy ha valami vagyok, legkevésbé költő. Ami viszont igen nagyon vagyok, és homályosul, vagy tehát kevésbé figyelnek arra, hogy az a műfordítói voltam, ami ugye rengeteg cella munkát jelent, és hát egy kisebb irodalomnak a fordításaira kifigyel oda, hogy arról értékelés jelenjen. Megmenesleg annak idején a Göncz Árpád 9 könyvemről írt, valamiért nekem bolgár irodalom szívügye volt, és ő láthatta nélkül tudott volna bolgárul, hogy itt milyen magyarul megszólaló, ahogy ő fejezte ki, remeklések is vannak. Meg hát annak idején, amikor én az Európa Kiadónak a szerkesztője voltam, és évente adtak ki nívódiakat, nyilván azért, mert ott szem előtt voltam, kaptam is 5 nívódiat, 5 nagyon szép fordításra. De a köztudatban az, hogy itt Szondi György lefordított 20 000 versort és 11 000 próza oldalt, összeszámolta, hogy nem a mennyiség a lényeg, és az kevésbé van a szem előtt. De azt hiszem benne volt a József Attila díjérvelésében ez a műfordítói munkám is. Született Ózdon, az irodalomtudományok kandidátusa. 2007 előtt megjelent könyveit a Tóth H. Zsolt név alakkal jegyezte. Ózd városának Kőalja nevű városrészében, a kőtető tölében beszélgetünk. Úgy tudom, hogy a te gyermekkorodhoz szervesen kötődik ez a helyszín. Igen, így van. Ráadásul a családom egyik nagyon fontos ágának, a Holló ágnak volt az ős birtoka, és a Holló rokonsághoz én nagyon szívesen gondolom most oda magam, meg ehhez a helyhez is. Nem feltétlenül ez a rész, ahol most állok, a legfontosabb kötődési pontom a szülővárosomhoz, de hogyha szellemileg akarom megragadni azt az örökséget, amiben benne élek, akkor mégis. Név alatt birtokosaként ma már én Tóth Holló Tamás vagyok, és a hollóság egy picit ide is gyökerezik. Másrészt pedig azért, mert az, hogy alattunk ott van a kő Alja út, fölöttünk ott van a kőtető, nagyjából azt adja ki a tér szerkezetében, hogy mi most a alsó világ, a kő Alja, és a felső világ, a kőtető között vagyunk a való világban, az életünk színterén. Ezt a három osztató világot én ma, a mai eszemmel, gyerekként persze még nem így láttam a világot, de ma, a mai eszemmel nagyon a magaménak érzem. Mennyire játszott közre a későbbi irodalmi tevékenységedben, hogy a kő misztériumát írtad meg? Egyrészt semennyire, másrészt minden tekintetben. Nagyjából ez a két válasz egyszerre igaz. Ugye ezt azért kérdezed, mert egy olyan trilógiát hagytam magam mögött, amelyet a kő misztériuma összefoglaló címmel is meg lehet jelölni, miközben úgy is szoktam írni, hogy ez nem más, mint a Garabonciás könyve. Ez három metafizikai kalandregényből áll, az Üssekő, a Három a kő és a Gördül a kő című regényekből. Lehetsz áldozókő, csillagszemtől ragyogó ábrázattal. Lehetsz gördülőkő, árkok barázdálta arccal. Lehetsz kővé átkozott kő, kővé kuruzsolt néma szolgákkal. Lehetsz kő testébe rejtőző tündér,
moccanatlan moccanás táncával. Lehecskő írtatlan sziklájában elbújt óriás, tetejetlen fa suhogásának emlékével. Lehetsz élekkel éleződő kő, harcra teremtett lélek vitészségével. Lehetsz egyszerűvé egyszerűsödő kő, cselekvés nélküli cselekvés szótlan fohászával. Lehetsz sútba vágott kő, hosszú útporával ellepve. Lehetsz magas égben bolyongó kő, a három sötétség üres határain átkelve. Lehetsz égő kincses tárban őrzött kő, a három fény birodalmában szédülő fényeket szólva. Lehetsz a bölcsek köve, az anyag felhőiben gomolyogva is csak élő haló vízben fürdetve. Lehetsz kövön maradó kő, magas fekete vár fekete falaiban sort-sorba öltve. Lehetsz omlásba omló kő, égi kövek követeinek eljöttét remélve. Lehetsz ébredő kő, a kövek pásztorának egyet sem szóló, de mégis lassan elmondott szavát figyelve. Debütáló regényedben, a pálya háborgásokban érdekes konstellációként együtt van a Kalóz Rádió, az UFO-k és az Ózdi ipari táj. Most egy ilyen ipari tájnak a maradékánál állunk, még vasgyár van, még füstök vannak. Mit idéz fel benned ez a fajta millió? Erre teljesen egyértelmű, sokszor kipróbált válaszom van már Tarkovszkijnek a filmjét, a Stalkert, a Zónát. A gyerekkorom ebben a zónában telt el, csatangoltunk iparvágányokon, keltünk át a hangonypatak fölött ívelő rostás csöveken, bátorságprókákat abszolválva, és amikor valakinek ezt a rostás enyészet marta, de nagyon is vadregényes tájnak a karakterét vissza akarom adni, akkor mindig azt mondom, hogy én a Stalkerben nőttem föl. Nekem az industriális hangulatok mindig a szívembe lopják magukat. Amikor én láttam Budapesten élve már a millenáris fogadót, ahol egy-egy vaskampót megőriztek bent a gondos építészek, akkor mindig fölragyogtam, meg ott még ott vannak csarnokok, és a gyerekeimnek is mutogatom, amikor utak mentén ilyen lepusztult csarnokokat látok, rostamathatályokat, hogy itt van a pátok gyerekkora, nézzétek. És én erre nagyon jó érzésre emlékszem vissza. Nagy Attila Kristóf írta azt a pálya háborgásokról, az első kis regényedről, hogyha valaki meg akarja majd ismerni, hogy milyenek voltak valójában a 80-as, 90-es évek, akkor ezt a könyvet kell elolvasni. Volt ilyen szándékod az írással? A nemzedékiségemnek ugye az volt a kulcs eleme, hogy pontosan 1990-ben diplomáztam. Az ellenzékiség forrongására esett a szellemi ébredésem. És a non plus ultra az meg az volt, hogy nem maradni az egyetemen. Tehát az valami csoda volt. Ma én ezt abszolváltam, de mire ezt én megtettem, 1990-ben, ahogy lediplomáztam, végeztem, egyszer csak meglódult mindaz a világ, amiben ezeket az orientációs pontokat én magamnak megtaláltam. És valahogy az embernek váltania kellett, újjá kellett magát alkotnia, és valahogy ez az én nemzeti kiségemnek a lényege, hogy valami fölépül benned, és aztán minden szellemi jelzőfényt elveszítesz, és aztán magadnak újabb szellemi jelzőfényeket kell, hogy megtalálj, vagy kijelölj. A Szomolyai Kaptárköveknél. Ez is egy olyan szakrális helynek tűnik, ami nem csak a kő misztériumához kapcsolódik, hanem azt is bizonyítja, hogy a kereszténység előtt, sőt a magyarok bejövetele előtt is létezhetett itt élet a Kárpát-medencében. Mondják ezeket a kaptárköveket kelta, szkíta, hun eredetű képződményeknek, de a létező szocializmus idején még a méhészettel is kapcsolatba hozták. Te milyen állásponton vagy?
Nyilván hitvitákban nem szándékom állást foglalni, de magamban azért mindig jókat szoktam azon mosolyogni, hogy egy ennyire szakrális, kisugárzású, nyilvánvalóan transzcendens helyen mi a fészkes fenéért kellett volna ilyen mértékben 170 lány fülkében méhészkedni az őseinknek, bárkik lettek volna is ők azok. Én sokkal közelebb érzem magamhoz azokat a megfogalmazásokat, amelyek szerint ezek a fülkék, lélek, lyukak áldozóhelyek. Íróként is kérdezlek, van nekünk szemünk arra, hogy a szakralitást felfedezzük magunk körül? Én azt gondolom, hogy az a kérdés, hogy van-e rá szemünk, hogy lássuk, van-e rá fülünk, hogy meghalljuk ezt a csendet, van-e hozzá lelkünk, hogy bele együtt lelkesüljünk, az független a modern kortól és az ősi kortól, ez ember típus kérdése. Szerintem mindig is voltak a közösségeinkben olyanok, akik megérezték magukban, akik látók voltak ezekre a csodákra, és ezekkel mindig nagyon-nagyon jó találkozni, és az a embertípus, ez a furcsa, különleges érzékenységgel megáldott, megvert embertípus soha nem tűnik el közülünk. Hamvasnak van egy fantasztikus tanulmánya, napkeretben jelent meg, Stonehenge, vagy a kő extázisa címmel, emlékszem ezt a címre, és ott valóban a kőről és a kő szakralitásáról, életéről, ellenségéről azt hozza fel példaképpen, hogy minden szervezet, ha megvágják, megmetszik valami eleven részét, eltávolítják, megszűnik létezni. A kő viszont bármilyen módon kitehető az elmúlásnak, megmarad, a lényege megmarad, csorbítatlan egészként. Volt egyszer, hogy volt hol. Volt egyszer, hogy nem volt hol. És amikor már úgy volt, hogy hol volt, hol nem volt, egy ideig éppen így volt jó, ami jó volt, s ahogy jó volt. Időtlen időknek széltében hosszában volt jó, úgy, ahogy jó volt. Aztán meg, amit felraktak estig, elomlott reggelre. Amit felraktam télig, leomlott estére. Nem az a nap. Nem az a hold sütött az égen. Nem telt ki a földön az ég kerengő köveinek akarata, s nem úgy volt lenne, hogy fenn holott bizony, ugyanúgy kell lennie mindennek lenne, ahogyan fenn is vannak, ha az ágról éppen ugyanakár garaponciások szakadnak. Lázadó diák voltál, ennek ellenére te lettél az irodalomtudomány legfiatalabb kandidátusa. Hogy fér benned össze ez a kettősség? Nagyon sok felé elindult egyszerre az életem, és ezekből alakult ki az a motivum szőttes, amiben most is élek. Volt egy kutatói, irodalomtörténészi énem, mindig volt egy alkotói, művészi énem, darabokat rendeztem, szövegeket írtam, könyveket írok, prózaíró, drámaíró, kritikus vagyok, és van egy nagyon erőteljesen tevékeny énem a sajtóvilágában, a média környezetében. De mindet összefogja nagyjából a kommunikáció, a közvetítés, a média, a betű kultusza. Ma is tanítok egyébként, egyetemi óráim ma is vannak. Tehát valahogy ezek megmaradtak, és ebből alakult ki az a sokfajta vibráció, ami én vagyok. Szokták kérdezni, hogy hogy fér bele egy életbe, a válaszom mindig azt nem tudom, de belefér. Nagy ugrással Bulgáriában termettünk, Szófia fölött a Vitosa hegységben. Miért szimbolikus helyszín a te számodra? Legfőképpen azért, mert itt minden együtt van, ennél a kőfolyónál, a Vitosa hegy oldalában, ami számomra fontos. Magam mögött hagytam hosszú évek munkájával egy kőmisztérium trilógiát, az Üssekő, a Gördülökő és a Három a kő című könyveket, és most írom a forráskönyvét, egy királylegény trilógiát. Ez alatt, a moréna alatt, kőgörbéteg alatt zúg egy folyó. A kövek alatt ott nyugszik a víz, és hallani a morajlást, a zúgást. Tehát amikor én itt vagyok, mindaz, ami engem az életben megszólított, transzcendens módon, a képek nyelvén, az őstermészet képeinek a nyelvén, az egyszerre néz itt rám.
nem egyedül tértél vissza ide a Vitossai kőfolyamhoz. Ki az, aki elkísért téged? Ha valami nagyon-nagyon fontos nekem, akkor azt a valamit szeretném a szeretteimmel megosztani. Márta a szerettem, a legbelső körhöz tartozik, a párom, a kedvesem, és nyilván nagyon-nagyon fontos nekem, hogy velem együtt élj át ezt a dolgot. Tehát ez valami közös teremtés, aminek ilyenkor az ember a részévé válik. Hogyha valaki nagyon fontos neked, akkor a közös emlékek tárházát is nagyon szépen tudod csinosítani, gazdagítani. Én azt gondolom, hogyha valakivel, aki fontos neked, kiülsz ezekre a kövekre, és együtt hallgatod ezt az úgást, ezt a morálást, együtt nézed az itt kavargó felhőket, akkor az nem egy egyszeri élmény, hanem egy örök tapasztalás. Kellőképpen visszavágyunk az animisztikus, totemisztikus ősvallások képzett körébe, akkor mindenütt a nap, a csillagvilág, a hold, a Vénusz fénylik föl. Tehát amikor kellő ősiségében vagyunk egy tájnak, akkor a hitnek is, az emberi tradíciónak is egy páratlan mélysége tárul fel előttünk. Ártéri erdőben vagyunk, a Duna partján. Van a Népsziget, ami félsziget, és abból kinyúlik még egy félsziget, ez a Palotai sziget. Annak kapcsán jöttünk ide, hogy a második trilógiád, a forráskönyve, az a vízről szól. Miért szimbolikus ez a helyszín? A vízzel sokféleképpen lehet érintkezni számomra. A leginkább szimbolikus az, hogyha egy partszakaszon találkozik a föld és a víz. Ahogy egy szikla szirten is az ember, amikor megáll, ott van a föld és a levegő határán, ilyenkor pedig ott vagy a föld és a víz határán. Az egyik végtelenből belenéz a figyelmet, beletárul a mindenet, a mindenséged a másik végtelenbe. Amúgy meg azért szimbolikus számomra ez a hely, mert laktam itt az Árpád úton, és nagyon sokszor jártam át ide. Nagyon sokszor meditáltam vízparton, tüzet raktam. Egyik kedvelt foglalatosságom volt, amikor tettem, hogy az augusztus 20-i tüzéjátékot innen néztem végig. Ezzel a helyen kapcsolatban van egy érdekes történet. Úgy hallottam, hogy egyszer egy bolgár írónak neki ajándékoztad a Palotai szigetet. Hogy volt ez? Ernyi Szugarevről beszélünk, akinek a kötetét Szondi György barátunk fordította magyarra, és valahogy Szugarev is a maga világában a keletet és a nyugatot bocsátja egymással fúzióba. És Gyuri úgy gondolta, hogy a magyar író költők közül talán engem is meg tud ragadni ez a világ. Meg is ragadott, és miután ezt tudattam vele, azt mondta, hogy jó, írjam le a gondolataimat, és egyáltalán köszöntsem magyarországi könyvemutatóján Ervin Szugarevet én is. És van egy vers a Szugarevnek, ami a zen kertről szól. És akkor arra gondoltam, hogy ajándékba adom neki azt az enkertet, amit ő egyszer valahol egy másik térben, egy másik időben megálmodott, itt Budapesten úgy, hogy a saját versének bizonyos motívumaival népesítem be az enkertet, mint egy Isidate szó, a kövek szerzetese, aki a kövek nyelvén beszél hozzá, és akkor egy irodalmi performance keretében ezt a helyet képzeletben ugyan, de ajándékba adtam neki. Van az enkerteknek egy szerzetese. Ő az Isidate szó. A sziklák vagy a kövek szerzetese. A zen hagyománya szerint az ő feladata az, hogy azzal induljon útnak a világba, hogy megkeressen olyan köveket, sziklákat, amelyek megszólítják őt, és arra kérik, vigye el őket egy zenkertbe, ahol igazibb otthonuk lehet, mint amilyen addig bárhol kijuthatott nekik. Népesítsük be a zenkert ürességét először hát a vízpartján összegyűlő homokkal, hogy új világot fedezünk fel benne. És ahogy az enkertbe a homokot szórjuk, legyünk az a homok mi magunk, széllyel szorodva, búcsúzva a formától, a mulandótól. Homok képében visszatérve a névtelenek országába. Mert név nélkül lenni annyi, mint néven nevezhetetlennek bizonyulni. És amint néven nevezni próbálnak, a névadás örömét átélve újra és újra megszületni.
szüntelenül keletkezni. Ismerjük hát fel a zenkertben elsőként a szüntelen teremtést. Legyünk vele együtt mi is egy új világ. A kezdet. A Hárshegyi erdő határán vagyunk, mostani lakóhelyet közelében, és az ablakot egy olyan szimbolikus fára néz, aminek mindenféle jelentőségeket tulajdonítasz. Mit is ezek? Tudtam, hogy ez a hely, ez a tájegység engem már eleve miért hív. Itt a Tündérhegy közelsége, a Hármashatárhegy közelsége, a Hárshegy közelsége, Pálos kolostorom, a Budaszentlőrinci Pálos kolostorom közelsége, és akkor még ez a fa egészen konkrétan, egészen személyre szólva megszólított. És később, csak később, amikor lesételtem ide, fedeztem föl, hogy a kérge is megszólít engem. És az Üsse kő című kötetemben nagyon fontos ez a kéreg darabka. Több fotót is készítettünk róla, és az egyik szerepel is benne. Két androgűn lidérc táncol, az egyik egy ilyen újabb dévaj mozdulattal a másik árnyékához nyíl. Ez a szomorú szemű lidérc, aki szív alakúnak is látszik, de látom benne a két szemek között a Dunakanyart, tehát Magyarországnak az egyik megtestesülését. Látok a vulva szimbólumokat többszörösen, tehát ez egy erősen bújtatott érzékiségű jelenet is. És akárhányszor, akárkinek mutattam meg konkrétan ezt a képet, mindenki egészen különleges értelmeket tulajdonított neki, és belefeledkezett, hogy milyen erővel tud megszólítani egy ilyen kéreg bárkit is. Ő egy fa, róla írok. Ő az, akit az emléke a leginkább őriz, hiszen őrző maga is. Engem őriz. A hitemet őrzi. De nem csak emlék, létezik, lélegzik, borzong és berzenkedik, lombosodik és gyökerezik. Táncol az erdővel, de közben őrzi a magányát. Az erdő szélén a Hárshegyi út mellett áll. Épp olyan a helyzete, mint a falu szélén álló házi, amelyben bekopogva a garabonciás tejet és kenyeret kér. Az a garabonciás én vagyok. De nem kopogtatok, hanem inkább álmélkodom. Azon, hogy ágaival agancsot rajzol az égre. Azon, hogy a kérgén táncos kedvű lidérceket hív minden kények dicséretére. Minden nap látom. Azért élek itt, mert tudom, hogy minden nap láthatom. A fa koronája nekem a múlt öröksége, a szellem magassága, a repeső lélek elragadtatott utazása. A fa kérgén dévajkodó lidércek motoszkálása pedig a testem örök borzongása. A kettő együtt az én szentséges és szemérmetlen életem. Ízig-vélig, szívvel, lélekkel, tejjel, mézzel, életre-halálra. Mennyire szép irodalom ez, amit művelsz? Mindenképpen az, és ezt nagyon fontosnak is tartom hangsúlyozni, mert azáltal, hogy ezek a szövegek ősmítoszi keretek közé helyezik önmagukat, ott él bennük a sejemúton közlekedő keleti tudás, csak úgy, mint a Kárpát-medence ős hagyománya, amelyeket a magyar népdalok, népbaladák, népmesék őriznek. Óhatatlanul adná magát az a keret, hogy ezekben valamiféle tanítások összegződnek, és ez részint igaz, részint meg nem igaz. Tehát nagyon fontos számomra azt mindig kiemelni, hogy ezek nagyon tudatosan amolyan metafizikai kalandregények, és persze összművészeti alkotások is. Makámában, rímes prózában szól, ennyit tudok évként arra fölhozni, és magyarázatképpen, hogy én ezeket mégis irodalomnak tekintem, miközben nagyon sok felől lehet rájuk tekinteni, és nagyon sokféle értelmezéssel lehet hozzájuk közelíteni. A Budaszentlőrinci Pálos anyakolostor maradványainál vagyunk. Ez annyira fontos helyszín lehetett, hogy a török hódítók szükségesnek tartották lerombolni. Te viszont virtuálisan fölépítetted a romokat. Végkérés, ez a dolgom.
az Üssekő című könyvemben sem teszek más, mint Magos Déva várának lehulló falait hagyom, hogy újra felépüljenek, és a hét magos égig emelkedjenek, hogy az ég előtt tisztelkedjenek. Ebben a helyben számomra egyébként az a fantasztikus, hogy egy viszonylag forgalmas út mentén, a Budakeszi út mentén található, és szinte mindenki, aki megy ki a Balatonra ezen az elkerülő úton, vagy tart haza onnan, elpusson emellett a hely mellett, és nem is tudja, hogy micsoda fantasztikus ősiség őrződik itt meg. Az egyetlen magyar alapítású szerzetes rend. Van ennek jelentősége, kitüntetett szerepe számodra? Nagyon is. A pálosokat más szóval fehér tátosoknak szokták nevezni. Hitvitákban nem foglalok állást, viszont tudomásom van arról, hogy vannak, akik a hivatalos egyháztörténet szálain túlmenően újabb szálakat is szívesen beleszőnek a pálosok történetébe, pontosan a fehér tátosok emlékére utalva. Hiszik azt, hogy a pirisben meghúzódó remeték egy kicsit a táltos hagyományt is őrizték. Nekem így is szép a történet, úgy is szép a történet, de egy biztos, hogy a pálosok hollóján keresztül én aztán személyesen külön találva érzem magam. Elkényelmesednek, elpuhulnak az íróasztaluk mellett, de komoly alpinista teljesítmény volt ide fölmászni Dubligetből a tündérsziklához, ami arról nevezetes, hogy ez látszik az erkélyedről, ebből következik, hogy innen is látszik az erkélyed. Abban a helyzeti előnyben vagyok, kedves János, hogy tudom a végzettségedet, hogy matematikus vagy, tehát a geometriai levezetés tökéletes volt, erre csak azt tudom mondani, hogy igen, így igaz. De visszatérve a kérdésedre, igen, öröm ide felszaladni és embert próbáló zihálásra késztető élmény, de ki nem hagynám. Imént olyan misztikus jelenségként ledőltek a könyvespolcról a nagy regényeit, és úgy látszik, hogy önálló életre keltek. Hiszel az ilyen véletlenekben? Ez nem összeomlás, ez erődemonstráció. És azt onnan tudom, mert a következőről számoltak be kedves és lelkes olvasóim. Fölteszik ezeket a könyveket a polcra, és eldőlnek, kilökik maguk mellől a idegen könyveket. Én ezt nem erőszakosságnak tekintem az ő viselkedésünkben, hanem egy egészen elképesztő életerő megtestesülésének. Tehát most is nagy örömmel fogadtam ezt a fajta robajlást, és a lehetséges értelmezések sorából mindenképpen kizárnám azt, hogy itt bármi összeomlott volna. Nem, itt nem omlott össze semmi, itt egy erő mutatta meg önmagát. Kérném a művészületet, hogy
Csontos János vagyok, én voltam a sétatársa filmeken, és akikkel sétáltam, Szombi György és Tóth Paló Tamás, a filmnek a operatőre és rendezője és mindenese, a sofőrje és a bulgáriai túránkon, mint a legmegbízhatóbb munkatárs, Szabó Mihály. Hát, szerintem sok mindent elmondtunk rólatok ebben a filmben, elmondtatok magatokról, és elmondta maga a film is. Én annyival szeretném kezdeni, hogy ez egy 20 részes, egyelőre 20 részes sorozatnak a két darabja. Ez a nulladik bemutató, úgy is lehet fogalmazni, a jövő kettől az Írószövetségben szintén így kettesével mutatjuk be a sorozatot, és abban is szerepel Szondi és Tóth Hello, Tóth Holló epizód, majdnem Hello-nak mondtam, de más-más író és költőtársakkal lesztek összepárosítva. Itt a nulladik bemutatón Bulgária hozott bennünket össze, és a bolgár kultúra, a vitosai helyszín, és bizonyára ebből a két filmből is kitűnt, hogy egy azon autóban hódítottuk meg Szófiát öten, ugye a legszebbik útítás az nem ül most itt kint, úgyhogy mi macsók lenyomjuk a szebbik és okosabbik nemet. Néhány mondatot szeretném, hogyha Misi mondana magáról, a sorozatról, illetve arról, hogy hogyan is lett ebből film, mert mi irodalmárok ugye ki tudjuk ezt találni, de az, hogy ebből nézhető produkció legyen, azért az nagyon nagy részben a Misi érdeme. Csontos János az elmúlt jó pár évben főként építészeti filmeket csinál, és egy ilyen 4-5 éve kezdtünk el közösen dolgozni, és hát az építészekkel könnyebb, illetve az épületekkel könnyebb, hiszen egy helyben állnak, nincs rossz kedvük, jó kedvük, elég megbízhatóak, és amikor a János, ami különben meglepő, mert hát a János mégiscsak egy költőíró ember, sok év után jutott el arra az elhatározásra, hogy a saját szakterületéről szeretne egy sorozatot készíteni. Akkor ugye gondolkodtunk, hogy hogyan lehet az írókkal zöldágra vergődni, és ebből tényleg valamilyen a nézők számára is élvezhető dolgot csinálni. És akkor végül is arra az elhatározásra jutottuk, hogy próbáljuk meg körbejárni ezt a témát, egy pár irodalmi részlettel színesítjük, és elmegyünk azokra a helyekre, amelyek az írók életében, pályáján egyáltalán fontos és érdekes lehet. Hát így alakult ki Bulgária. Ilyenkor mi persze lebukunk, mert a néző az ugye nem egyszerre nézi ezeket a filmeket, úgyhogy egy-két kép nagyon hasonló volt, sőt ugyanaz volt. De talán ez a tévénézőknek nem fog így megnyilvánulni. Hát így került, talán pont egy évvel ezelőtt voltunk Bulgáriában, én azt hiszem, hogy valahogy így október. Mikor szeptemberben? Szeptember környékén. Ez egy kicsit, hát nem egy elkényeztetett műfaj a dokumentumfilmezés, hát látjátok, hogy beülünk 4-5-en egy autóba, és végigjárjuk, és amit tudunk ez alatt a pár nap alatt megcsináljuk. De ettől függetlenül nagyon érdekes volt, ez ugye 19, illetve 20 részes a sorozat, nagyjából 80 verset vettünk fel, ami nekem egy nagyon élvezetes dolog volt, és különben a színészeknek is, hogy a kortárs magyar irodalommal nem gondolták volna, hogy ennyire jó művek születnek,
és felüdülő volt számukra is, hogy egy jó pár írót és költőt megismerhettek, legalább a műveiken keresztül. Nagyon reméljük, hogy rövid időn belül a Magyar Televízió műsorára tűzi, és akkor a szélesebb közönség is láthatja. Különben, amit mondott János, hogy jövő héttől kezdődően az Írószövetségben a Vajza utca 18 szám alatt minden kedden délután 6 órától egészen december közepéig párosával 20 magyar költőt és írót ismerhetünk meg így módon. Hát mi nagyjából el is mondtuk akkor a kereteket, de hát mégis az alkotók a fontosak. Annyit hadd áruljak el, hogy ezerféle módon kötődünk itt egymáshoz, tehát Tamással, aki nekem még Zsolt, bár már időnként keverem, tehát ezt a fajta kettős identitást azért nehéz szokni. Tehát nekünk közös szülővárosunk van, ez a filmből nem derült ki, tehát mi ózdiak vagyunk. 4 év különbséggel én épp befejeztem az ózdi gimnáziumot, amikor Tamás érkezett, és hát velem is készült ebbe a sorozatban egy epizód, ott Ködöböc Gábor az Egri Agria című folyóirat főszerkesztője, tehát ő volt a sétatárs, és hát elkerülhetetlen volt, hogy Ózdon forgassunk, ugye az is egy összevont forgatás volt, mert logisztikailag ugye megpróbáljuk mindig valahogy összeházasítani a dolgot. Anekdotaként hadd meséljem el, hogy Gábor, Ködöböc Gábor annyira összebarátkozott apukámmal, aki a borával és pálinkájával elég behatóan kínálgatta, hogy az egy komoly veszély volt, amikor még ki akart velünk jönni a Gábor a szomolyai kaptárkövekhez. Ez ugyanaz nap volt, hogy inkább lepakoltuk Egerbe, hogy nehogy valami baleset történjen. De hát vannak ilyen kellemes epizódok is a forgatások során. Szondi Gyurival pedig szintén más évezredben nyúlik a barátságunk, meg a munkakapcsolatunk, mert szintén a Napút kiadó könyveimet is adta, aki korábban a Polisz, aztán a Napút gyakortak között, még rovatom is volt ott. Tehát időtlen idők óta ismerjük egymást. József Attila díjat is együtt kaptuk meg, tehát ennél bensőségesebb viszony már elég nehezen képzelhető el. De hát én annak örülök, hogy most próbáltam külső szemmel nézni, ami persze nehéz, hogy mintha összeállt volna rólatok egy portré. Nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek róla, tudom, hogy mindenki saját magával a leginkább elégedetlen. Gyuri. Én köszönöm a filmet, köszönöm a jelenlétet is, hogy megtisztelték bennünket ezeknek a filmeknek a végignézésével és most a beszélgetés meghallgatásával. Felteszem, hogy ez egy olyan film, amit láttunk, és részben lehet az ember elégedett, részben nem, a saját szereplését tekintve. Felteszem, hogy ez lesz a film, hogyha nem lesz Szondi György, akkor valamit tudjanak róla, mert nem valószínű, hogy második, harmadik, negyedik, vagy ilyen készül, ám bár Bulgáriában, mint hogyha esett volna erről szó, tehát Magyarországon valószínűleg nem. Itt a filmen belül, mint rutintalan válaszadó, hát időnként nem gondoltam bele, hogy ezt szóval viszont látni, és nem fegyelmeztem a mondataimat, holott nem, hát miért lett volna olyan fontos, vagy miért olyan fontos, hogy a Rilai Kolostorban én első Béláról, meg a Rilai Szent Iván Erikéről beszéljek? Hát hogy ne volna fontos, bocsánat, a Szondi Györgyöt, az embert szerettük volna megmutatni, és itt megszólalt belőled a Bolgarista, de ez nagyon is hozzátartozik a te imázsodhoz. Hát én elfogadom, csak nem.
Másrészt pedig, ha ez a film marad meg, akkor ott egy kacsalábon tibegő kövér embert látok, ami pont akkor a legjellemző volt azokban az időkben rám, erről nem tehet senki. Plusz a beszédem is frissen berakott fogsorral. Egy hete gyakoroltam a beszédet. Ez egy picit talán szintén érződött. Itt hátul mondogatják, hogy nem. Azon kívül, amit az ember mondott, nyilván teljes szabadsággal és előre nem is erre, hál' Istennek még feltételes módon se a kérdéseket. Ilyesmi bukott elő. Hogy visszatérő momentum volt az, hogy én hogy szerettem az igazgatói időt, hogy mennyi emberrel foglalkozhattam, mennyi vendéget fogadhattam, és hogy kapcsolódom, vagy hogy vagyok én benne, és hogy érzem a bolgárokat, egy visszatérő momentum volt. Ez önkéntelenül azért ért vissza, mert így van. Hát ilyen értelemben én nagyon hálás vagyok a film elkészültéért, és elégedett is vagyok vele. Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy abban azért mi is tudósok vagyunk, pontosabban másféleképpen fogalmazó Misi, mint jó diktátor, és mint aki képes az irodalomra egy picit nem a bennfentes szemével tekinteni. Tehát magyarán, hogy egy irodalmi szereplőben mi az érdekes egy laikus néző számára is. Tehát teljes önkénnyel kiválogatta azokat a részeket, ugye sokszorosan túlforgatjuk ezeket, tehát szövegből is, a szöveget tekintve is ezeket a filmeket, ott kiválogatta azokat a részeket, amikről feltételezte, hogy azokat a nézőket is érdekli, akik először találkoznak Szondi György nevével, és utána rohannak a boltokba, hogy megszerezzék összes műveidet. Tehát én azt is remélem, hogy nem a fogsoroddal foglalkoznak, hanem mindazzal, amit mondtál, és szerintem a bolgár kultúrának is egy elég jó reklám ez. Van, akit azért int meg, hogy milyen sikeres műfordítások vannak, van, akit meg az, hogy hát egyszer el kéne már menni ide a Vitosára. Ez így van, és ha belegondolok a feledékeny fejemmel, hogy mi mindenről esett az alatt az időszak alatt kérdőszerelek formájában szó, nem emlékszem, belőlem az maradt meg, amit ezek szerint, és neki köszönhetem is, hogy kiválasztott. Tehát az ő kiválasztása az ennél kétszeresen mondjuk több felvett anyagból, aminek a második felét, hogyha ez kétszeres, nem tudom mi volt, úgyhogy neked köszönöm, hogy ilyen ritmust és ilyen részeket vették ki tőlem, mert valami képet ad erről a figurában, aki vagyunk. Visszatérve egy kicsit a mi kapcsolatunkra, János azt mondja, hogy nem tudja Zsoltnak, hogy Tamásnak szólítsa a mi régi barátunkat, én ezt úgy hidaltam át, és tartom mindmáig, hogy Zsoltamnak hívom. Mind a kettő benne van, és egyfajta közvetlenség is, és így fordulok hozzá, de lassan érzem, hogy a Tamásra át kell térnem bármennyire is régi a mi kapcsolatunk. Ez a kapcsolat ugyanúgy, ahogy veled annak idején, amikor én a Polis csináltam, akkor ott voltatok versélyetek, hozzaszerkesztők, ez onnét indult, ha nem csalódom. De a Tamással egészen különleges útjai is voltak, és pont Bulgáriához kapcsolódtak, meg kövekhez kapcsolódók. Ha most belegondolok, mi olyan is bele akartuk vágni a fejünket, nem a fejünket, majdnem azt, hanem a fejszénket, igen, fejünk meg fejszén. A fejszé fokát, hogy Tamás ötletére el is kezdtünk rózsavajt szállítani be Bulgáriából. Végig csorogtunk ott a rózsák völgyében, meg az ottani városokban a leginkább ismert a termesztés gyári előállítása. Ott tárgyalásokat folytattunk, és gyakorlatilag be is jött Magyarországra az első, elfelejtettem, hogy ez a raklapot, szállítmány, mert nagyjából azt hittük, hogy itt jót tudunk tenni, de aztán kiderült, nem is tudom, mi lett a sors az egész raklapni. Annak, hogy mi azt nem tudjuk teríteni, ott zsiványnak kerenni, tehát még egy ilyen apró momentuma is volt. Többször voltunk tengerparton, és egy családostól
majd pedig hát pont a kő kötött bennünket, aztán lassacskán másfelől össze. Mindezeket a könyveket, amiket itt láthattak, fotózza tehát a kő misztériumát, hála Istennek a Napkút kiadó adhatta ki, sőt azon belül több száz képet a Zsoltam utasítására, kérésére, választására magam fényképeztem benne. Szomolyára is mi először mentünk el, ha jól emlékszem, ketten is fedeztük fel egyszerre, mert Zsolttal nekiálltunk magyarországi ritka köveket keresni, és akkor szépen az ő kocsijával elmentünk a Sassziklához, meg a Teveszsziklához, meg sokfelé. Egy ilyen kő összekötési momentum is volt közöttünk, de lassan be is fejezem. Előtte Gyuri az egyik kérdésemet, mert azt akartam tőled kérdezni, hogy ugye ti szerzőtársak vagytok, de akkor a standard kérdést kérdezem meg, hogy tetszett a film, és azzal a kiegészítéssel is, hogy sajnos ezt még könyvben is kodifikáltuk, úgyhogy leírtuk ezeket, tehát aki megjelent az Orpheus kiadó kiadásában, és nagyon rutintalanul nem hoztunk ide könyveket, de szóval létezik, ugye tudjátok tanúsítani. Írókorzó címmel ez a 20 interjú, és a párja a 35 interjú, az építészkorzó pár kiadványként megjelent, és hát lényegében ezek most már klasszikus szövegek, mert nem csak az elektronikus világban, de nyomtatásban is ezek szerepelnek. Hogy tetszett? Nekem nagyon tetszett, és bennem is végig azt fogalmazódott meg, hogy a nagyon sok amúgy ihletett, jókedvel előadott beszélgetésből vajon mit fog a Misi bevágni az anyagba, és itt lehetne az ember olyan mozgó múlcsink, hogy javaslatokat teszek, de figyelj, ez nagyon fontos, hogy ez feltétlenül legyen benne, meg ez azelőtt legyen, meg amaz után, és úgy ezt magatomtól is idegen, nem bizakodva vártam, hogy mi alakul ki ebből, és hát nagyon nagy öröm volt látni. A lényeg az, hogy tudom, hogy rengeteg nagyon okos dolgot még elmondtunk, és nagyon jól éreztük közben magunkat, de semmire nem emlékszem, és semmi nem hiányzik ezek közül. Még valamit viszont elmondanék, ha már itt annyi motivum szőrtestről esett szó, most olyan evidens módon a Vitosa, a kőfolyó a látvány nyelvén is összeköt bennünket. Ott voltunk, és mind a két filmben ez a kőfolyam szerepel, de az én filmemben a Palotai sziget is szerepel, és abban az epizódban utalást tettetik egy Ervin Sugarevnek ajánlott performance-re. Na most az a performance itt volt, pont itt a Bolgár Kulturális Intézetben, és ezt a fajta fölajánlást, ahol az ő verseinek a motívuma alapján a Palotai sziget motívum rendszerét neki ajándékba adtam, azt én itt abszolút vártam, tehát itt még egy más egyéb rímhelyzet is kialakult. Még azért a bolgár-magyar kapcsolatokkal foglalkozunk egy kicsit. Egy személyes élmény az is az én részemről, hogy 2002-ben, tehát úristen, 15 éve, ugyanígy októberben forgattunk először Szófiába, akkor Misi még egészen mással foglalkozott, nagyjából a világvallásokkal és ilyenféle dolgokkal. Egy másik stábban, a Bucsek Tibor kollégával voltunk ott kint ketten, és a Duna TV számára egy 40 perces filmet készítettünk. Hát az én ötletem volt ezúttal is, elnézést, Bolgár Kalausz címmel, a Kosztolányi Dezső Esti Kornél ciklusából vett novella címeként. Az igazi Bolgár Kalausz, aki kalauzolt bennünket Bulgáriában, már akkor is Gyuri volt, és egyúttal megszervezte azt, hogy egy haiku kötetem megjelenjen ott bolgárul, úgyhogy ebben az intézetben nekem is volt bemutatóm. Már nem emlékszem, hogy volt, de előttem talán Eszterházi Péter volt, és utánam Jókai Anna. Úgy látszik, hogy egyelőre én vagyok a túlélő. De hát ez persze nagy megtiszteltetés, hogy Gyuri azt gondolta, hogy egy ilyen
kontextusba beilleszt engem. De ugyanilyen teltház volt, emlékszem, úgyhogy amit mondtam a filmen, hogy az a benyomásom, hogy nem lankad a bolgárok, a bolgár bűvész elit érdeklődés a magyar kultúra, költészeti irodalom iránt, az így 15 év után is még talán állja a helyét. Nem tudom, hogy mi a véleményed erről, Gyuri, most már vendégként érte vissza ebbe az intézetbe, látsz ebben változást vagy különbséget? Hát sajnos jeles az eltérés a bolgár könyvek magyar megszólaltatása és a magyar könyvek bolgár megszólaltatásának mennyisége, címszáma, fogadtatása területén. Az a rész, amiért én itt felelhetek, annak idején, mint az intézet igazgatója, sokat tehetem a magyar irodalom kinti népszerűsítéséért, és rengeteg könyv megjelent úgy is, hogy mindig magyar pénz volt benne, az NK támogatása, a fordítás alatt támogatása, a Magyar Intézet támogatása, és így tovább. Most már csak az ellenkezőjét tudok felelni, tehát a bolgár könyvek magyarországi megjelentetéséért, amely gyakorlatilag hosszú időn keresztül a Napot kiadóhoz kötődött, évente egy-két könyvet sikerült, de többet nem. És ezeknek a könyveknek sem volt az a szívem szerinti kritikai vagy olvasói fogadtatása, mint maga a bolgár kultúra megérdemelt volna jó fordítások és szépen kiadott könyvek mellett. Ezzel szemben Bulgáriában egy nagy hulláma van a magyar irodalomnak, pont magyar pénzbeli támogatásoknak köszönhetően Magyarország nagyon sok magyar könyv bolgár megjelentetését, kifejezetten bolgár megjelentetését támogatja, plusz most ugye belépett a brüsszeli EU-s fordítástámogatás rendszere, amin belül egy-egy kiadó teljes magyar sorozatot jelentett meg, jó fordítók is vannak, jó bemutatók zajlanak, tehát a magyar irodalomnak a legutóbbi 15 éven belüli bemutatása néhányszorosa hírben is és címszámban is, mint fordítatja. Ez egy rossz konstatáció, de ezt kell, hogy mondjam. 15 éve nem csak te szólaltál meg ebben a filmben, a Bolgár Kalausz című filmben, hanem ugyanegyszerűen Georgi Krumov, Malina Tomova, és még jó néhányan, illetve tehát a Krumov esetében úgy tudom, hogy ő már nincsen közöttünk, különösen nagy élmény volt, hogy csodálatos magyarsággal nyilatkozott abban a filmben. Illetve volt egy olyan élményünk is, azt hiszem, hogy Kunyovnak hívták a bácsit, aki a talpra magyar nemzeti dalt szavaltál szintén magyarul, és könnyes lett a szeme, mert a magyarországi kaposvári elveszett szerelmére gondolt, úgyhogy eléggé érdekes és megható élményeink is voltak. Nekem különösen fontos volt, hogy a gyerekkori élmény alapján vissza tudtunk térni Velikor, Tarnovóba, vagy Tarnovóba, nem tudom, hogy helyes, Arbanasziban is voltunk, tehát nem csak Szófiában. Mennyire van utánpótlása ennek a Krumov-szerű, egészen nagy formátumú műfordításnak Bulgáriában? Hogyha most ezeket úgy kérdezed, hogy a Bolgár Kultúrás Intézet termében vagyunk, és én örülök, hogy ha Tamás is tud, és szerintem még bolgár vonatkozásban is tud mondani dolgokat. Hát persze fölkészült vagyok, úgy értem, nem a kérdésedre, hanem ismerem a helyzetet. Amit az előbb próbáltam ecsetelni, hogy sokkal több magyar könyv jelenik meg az utóbbi időben Bulgáriában, ez a támogatáson kívül annak is köszönhető, hogy nagyon jó fordítók vannak. A fordítók egy része már még az én tanítványaim közül is kerültek ki, ugye én az utolsó 5 évet az intézet igazgatóság után az egyetem vendégtanáraként töltöttem 2009-ig, tehát
ott is már felnövekedett egy fiatal nemzedék, amelyik fordít, sőt fordítottja is van valamelyik bolgár tanítványom idejött férjhez, és magyarra fordítanak a férjével együtt klasszikus Iván Vazov könyvet például. Tehát jó fordítók vannak, szép számmal vannak jó fordítók, hozzá kell tenni, a legjobb fordító az Magyarországon, aki készült a köszöve, aki szerintem a, vagy a legjobb, vagy az egyik legjobb fordító. Ő fordította a haiku naptárt, és amit emlegettem, orosz órai emlékeim alapján tényleg azokról van szó, mint a magyar haikukban, úgyhogy alá tudom írni neked ezt a minőséget. Jó fordította, egy bibit látok én, hogy a versfordítók között nincsenek jók, tehát korábban is, ha itt ilyesmi is esett szó, a Nagy László nagyságát, költői újdonságait nem volt hogyan visszaadni hosszú ideig Bulgáriában, vagy a kortárs költők egy jó része sem szerintem megfelelő szinten szólal meg bulgárul, nem beszélve arról, hogyha rémes vagy ritmikus, tehát metrikus verseket kell fordítani, arra nincs felkészült bulgár fordító. Ott rosszul áll a helyzet a verseny tolmácsolása. Tamás, neked a előbb itt említve volt, hogy a Fekete-tenger is kedvenc családi célpont, és közösen is nyaraltatok ott. Én is őrzök gyerekkori élményeket erről, Nesebáról és a Kaliakráról, meg hát persze betéve tudtam az akkori Panoráma úti könyvet, úgyhogy van olyan emlékem, hogy apukám megdöbbent, mikor Burgaszban ez a 70-es évek, mint egy korát megelőző GPS tudtam, a burgaszi térkép a fejemben volt, és mondtam, hogy merre forduljon, és akkor elismerte azt, hogy az új nemzedék is talán viszi valamire, mert ezt ő el nem tudta képzelni, hogy ráadásul ugye ciril betűkkel volt mindenki írva. Neked milyen bulgária élményed van? És nagyon tetszett, hogy a Kaliakra fokot, a Kapkaliakrát említetted, ez nekem párban van a Kamenyak fokkal, és ez is olyan hely, amit nagyon szeretek a szeretteimnek megmutatni. Nyilván itt van Márta, nem ült ki közénk, de a filmben szerepel, tehát nem fogja megúszni. Legutóbb 2 évvel ezelőtt, vagy tavaly a Kamenyak fok is ott volt, és most a Kaliakra fok is nyilván ott lesz, de hát nagyon szeretem Plovdivot, Nesebár természetesen, Veliko Tarnovot, Albanasit, amit te is említettél, és a bulgár emberek kedvességét. Van egy anekdotám erről. Lejöttünk talán a Bajana templomból, akkor is ugye a Vitosát jártuk, csak akkor még a Bajana templomot néztük meg, és akkor Gyuri megszervezte, hogy egy hegy oldalában álló vendéglőben halászlét, halleves, bulgár halleves megkóstolások. Ugye magyar ember ezt vörösnek ismeri, hát ez nem az volt, itt biztos nem sokan tudják, hogy az milyen. A lényeg az, hogy nagyon jól éreztük magunkat, mindent annak rendje módja szerint elköltöttünk, ám de ott maradt egy táska. Benne iratokkal, pénzzel, mobiltelefonnal, mindennel, és ez már csak úgy visszaúton derült ki. És hát akkor a jó kis közép-kelet-európai reflex, idegesség, gyomor összeszorul, mi lesz itt, görcs. Fordulunk vissza, tűnik komótosan, visszafordult, és mondtuk, nyugodj meg, nyugodj, ott lesz. Mert nem viszik el. Persze, menjünk. Gyuri, nézd, nyugodj meg, ott lesz. És akkor már frászt kapom ettől az egésztől. Mondta, bolgár emberek, megőrzik, nyugodjunk meg. Minél inkább megnyugtatott, annál inkább ideges lettem. A poén természetesen az, hogy megvolt. Természetesen megvolt, és ezt sokszor felidézem, tanulnék én ezt a nyugalmat és ezt a hitet, hogy már pedig itt nem lehet semmi probléma. Meg hát ez az egész filmforgatás is a maga csodálatos módján nagyon velünk van, most így összenéztünk Mártában, amikor a filmben az a jelenet bontakozott ki, hogy szépen gyűlt az a fantasztikus tömeg, a Gyuri csodálatosan sikerült irodalmi estjére, ahol ő nagyon gondosan nekünk 2 helyet szinkronfordítóval feltartott, és aztán egy kicsit, Isten bocsássa meg nekünk, késve érkeztünk meg,
de még minden természetesen, ami élmény volt, impulzus volt a magunkénak, tudhattunk. A késésnek csak az volt az oka, hogy akkor is nagyon jól éreztük magunkat. Ott megültünk valami étteremnek a szabadtéri helyiségében, volt ittunk, és úgy minden nagyon-nagyon-nagyon rendben volt ott Szófiában. És annyira rendben volt minden, hogy most Gyurival éppen a kinti pultnál, mert a jövő tavaszra szerveztünk egy olyan utazást, ahol már nem csak Mártának mutatom meg Szófiát, hanem a gyerekeknek is. Tehát úgy Szófia és a bolgár kultúra iránti rajongás olyan, mint a dominó. Egy valaki megdől, megdönti az újabbat, és a még újabbat, és a még újabbat. Adjuk át ezt a tudást, ezt a szeretetet. És ez most még tiszta is jött nekünk, ahogy itt megérkeztünk, valahogy egy csipetnyi Bulgária volt az a fajta vendégszeretet, hogy itt a bort kitöltögettük, a pogácsákat, úgy megint otthon voltunk. Bulgáriában az ember nagyon-nagyon tud otthon lenni, és erre már megint készülünk, erre a otthonosság élményre pár hónap, most már csak a repülőjegyeket fogjuk nézegetni. Igen, mert vannak repülőjegyek, amikor forgattunk, akkor éppen nem volt légijárat Budapest és Szófia között, úgyhogy adta magát, hogy a beüljünk a Citroenbe, és hátul kicsit szorosan, de végül is abszolváltuk az utat, és természetesen az én örökös vágyakozásom a rilai kolostor iránt, ami nekem gyerekkoromban kimaradt, akkor hát úgy került bele Rila, meg harmadik Béla, meg Iván Rilszky, hogy én szerettem volna Rilát egyszer látni, és szerintem az fontos és szimbolikus helyszín is a bolgár kultúra és ősiség szempontjából. Hazafelé meg a Vaskapu és Herkules fürdő felé kerültünk, úgyhogy odafelé menet, északra, Szófiától viszont egészen vad vidékeken sikerült keresztül hatolni, úgyhogy láttunk egy kis olyan Bulgáriát is, amit nem szoktak a turista magazinokban mutatni. És kiemelném én is nem csak a borokat, hanem a bolgár gasztronómiát. Nekem nagyon bejönnek ezek a sopszkák. Be is írtam a versenybe, amiket szintén aztán közölt a Gyuri. Írtam ott is verseket, benne van az új kötetben is. Tehát az egy nem csak egyoldalú ez a szimpátia, vagy semmiképp sem egyoldalú ez a szimpátia, hanem ez az otthonosság érzet, ez azonnal jelentkezik, mi egy bolgár földre teszi az ember a lábát. Nem akarom itt túlságosan, hogy elhúzzuk a beszélgetést. Van-e kérdés a tisztelt publikum részéről? Igen. Már hangosan mondom. Velicskó Péternek hívnak. A nevemből talán kiderült bolgár származású vagyok. És hát én ennek a csapatnak nagyon-nagyon köszönöm, hogy ilyen nagyon meleg szívvel, hát viszonylag Bulgáriához. És hát a rilai kolostorra egy picit hagy említsem meg, hogy ez egy ilyen szempontból, hogy itt nyelvész urak ülnek, szimbolikus hely, mert hát azt kell tudni, hogy Bulgária 500 évig török rabság alatt volt, és az, hogy a bolgárok megőrizték a nyelvüket, ez ennek a kolostornak köszönhető. Tehát a török szultán valamilyen megállapodás folytán ezt az egyetlen kolostort nem bántotta olyan szinten, hogy itt tudták a bolgár nyelvet valójában hát megőrizni, és hát ez így maradt meg. Nem véletlenül kerültetek oda. Úgyhogy én személy szerint szintén nagyon-nagyon köszönöm a filmeket, mert ti mindannyian hozzánk közel álltok, úgyhogy. És hát szépek a filmek. Lényegre törőek és szépek. Köszönöm. A lényegre törés az annyit, hogy én szigorúan 25 percekre szoktam ezt szabni, és nagy vitáim, elvi vitáim voltak a Magyar Művészeti Akadémiával, ahol ragaszkodnak az 52 perces portréfilm műfajához. Én úgy gondolom, hogy az egy másik évezred, amikor még az emberek végignéztek ennyit.
25 percben Makovecz Imre életművét is össze lehetett foglalni. Ő ezeket szerette, nem a hosszú sorozatokat, úgyhogy mindig telefonált nekem, hogy János, hozd a filmet, mondtam, múltkor elvittem, nincs meg, hozzad megint, és akkor 25 percet elbírt viselni saját magából is. Úgyhogy Szondi Gyurit szeretném megnyugtatni, egyrészt nem ez a film marad meg belőled, hanem az a 20 000 versor, meg 10 000 próza oldal, de lehet, hogy fordítva. Másrészt meg 25 perc az nem csak azért nézőbarát, mert bele lehet feledkezni, feltéve, hogyha Misi jól dolgozik és sodrása van a filmnek, meg érdekes helyszíneket találunk a forgatásra, hanem azért is, mert ha belefeledkezik, akkor nem megy ki közbe a toalettre, nem megy ki sörért, hanem ha elég sodrása van ennek a filmnek, akkor észre se veszi, és már vége van, és akkor mi nyertünk. További kérdés? Belétek szorult még valami? Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, és nagyon jól éreztük magunkat, csak úgy, mint tavaly ősszel Bulgáriában. És a Szondi Gyuri által hozott finom bor és pogácsa révén szeretném önöket invitálni kint az előtérben és további beszélgetésekre ösztönözni. Köszönöm szépen! Még egy pillanat, Tánya Köztevátok, egy gyakori vendégei az intézetnek, ismerik az első osztályú tolmácsolói munkájáról, magas fokon végzi, de ha most itt a Magyar Irodalom külföldi, tehát bolgár fordításáról gondolkodtam, akkor eszembe jutott, hogy neki köszönhető Pirinszki prózája is. Ez biztos, nem tudom mi más még, de mi ezt együtt csináltuk, egy Pirinszki kötetet 10 évig fordítottunk Iván Czanyerrel a verseket, és Tányával a kózai szövegeket. Erre konkrétan emlékszem is, hogy ebből egy megfelelő, szép Pirinszki kötet lett bolgárul. Tányának is köszönhető. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretném mondani, hogy igen, itt volt a reklám helye. Köszönöm szépen, de ha nem lett volna Szondi György, néha viszonozzam, aki felkarolt ezt a fordításomat, amit nem mondhatom azt, hogy nagyon büszke vagyok rá, mert ez az egyik első fordításom volt, ahhoz képest, hogy Pirinszki János milyen magaslatokban volt. Úgyhogy köszönöm szépen!